December 22-én a Vasas Óbuda elleni 3-1-es győzelemmel zárta az elmúlt esztendőt a nyíregyházi csapat, amely 10 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett az őszi időszakban. A több mint egy hónapos bajnoki szünetet többek között az erőgyűjtésre használja fel a német Szabolcs vezette szakmai stáb. A kerethez csatlakozott a horvát Karla Karic, akire 4-es ütőként számíthat majd a vezetőedző. Volt időnk egy ilyen mini alapozásra, aminek most a kellős közepén vagyunk. Most emellett döntöttünk a stábba, hogy kihasználjuk ezt ugye a válogatott szünetre szánt időt, mert ugye most lettek volna a válogatott küzdelmek. Ezek most elmaradtak, így hál' Istennek minden játékos a rendelkezésünkre, és így minden játékost ugyanolyan terhelés alatt tudunk tartani, illetve ugye még vett egy új érkező játékosunk, aki hál' Istennek edzett állapotban volt, ő a görög bajnokság megszűnésének köszönhetően lett szabad. Ő teljesen edzett állapotban, hogy csak be kellett illeszteni. Be kell, mert ugye ez még nem egy befejezett dolog, be kell illeszteni a gépezetbe, és próbálunk tovább menni. Ami az elmúlt időszakot illeti, igen, voltak bizonytalan dolgok, de hál' Istennek ugye a bizonytalanságból szépen tudtunk előre lépkedni, tehát nekünk azért nem voltak olyan nagyon elhalasztott mérkőzéseink, próbáltunk ha 8 játékossal, ha 12 játékossal is, de felvenni a küzdelmet. Hál' Istennek ez az első fél év, ez nagyon jól sikerült, én azt mondom, mind az eredmények kapcsán, és mind az a fejlődés, amit a csapat bemutat napról napra, az nagyon biztató ugye az elkövetkezendő időszakra. A nyáron érkező és azóta meghatározó játékossá váló Lakom Zsófia szerint össze sikerült lerakniuk a remélt eredményes tavaszi szereplés alapjait. Folytatni kell ezt a belefektetett munkát és ezt a minőségi munkát, amit eddig csináltunk, mert természetesen nem ülhetünk rá ezekre az eredményekre, mert minden csapat ugyanúgy dolgozik tovább, és megy előre azon az úton, azon az elképzelt taktikai megvalósításon, amit elképzeltek, úgyhogy igazából nekünk is csak folytatni kell, és szinte hál' Istennek azt mondom, hogy becsukott szemmel bízni abba, amit a Szabijék itt megcsinálják. Csináltatnak velünk, és akkor nem lehet probléma. A játékos szerint a pályán és azon kívül is jó a csapategység, ezt megerősítette a vezetőedző is. A győzelmek azok az önbizalmat hozzák, meg a csapategységet erősítik. Nekünk ugye ez volt az alapköve ugye az egésznek, hogy csapatként próbáljunk meg funkcionálni, mert én a mai napig hiszem azt, hogy egy-egy játékos tud egy-egy mérkőzést megnyerni, de amikor van egy ilyen kollektíva, egy ilyen csapategység, akkor az képes, egy csapategység képes bajnokságot nyerni. Nekünk ez a kitűzött célunk, mi ebbe az irányba megyünk, ezért dolgozunk napi szinten. Meglátjuk. Tehát így éppen ezért is mondtam, hogy megpróbálunk mi is ugye a háttérbe olyan tervezetet kidolgozni, meg olyan munkát kidolgozni, ami ugye erre lesz elegendő, hogy a végén ott legyünk a csúcson. A nyíregyháziak csütörtökön és pénteken Békés Csabánt közösen edzenek, és egy felkészülési meccset is játszanak a vendéglátókkal. Első idei bajnoki mérkőzését január 29-én Balatonfüreden játsz a Németh Szabolcs együttese.